Sziasztok! Mindenki! Zazoka vagyok, folytatom a Witcher 3 megjátszást. Játék betöltése. Biza-biza azért itt töltöm be, mert... kártyáztam a délen ott azzal a parancsokkal is. Szarrá vert. Sírva fakadok. Pedig ugye az egy olyan karakter igazából a játék történetében, akivel ugye... egyből találkozni fogunk. Én úgy tudom legalábbis, ugye? Vagy csak én jöttem le ide délre, és beszéltem vele? Na jó, mindegy, nem tudom már. Tehát, hogy szarrá vert. És akkor inkább újra kezdem az egész videót. Mint hogy ott azt kivagdossam, meg mit tudom én. Tulajdonképpen nem történt semmi. Illetve én annyit csináltam, hogy azért jöttem ide délre. És akkor pillanat, akkor be is rakom, hogy merre is kell hozzá menni pontosan. Ott van. Hogy hát ha tudok beszélni megint azzal a katonával, és ugye annak a lánynak az ügyében lesz-e bármilyen változás, akinek beadtuk a fecskét, és ugye kiderült az, hogy idehozatta a táborba, de hát ugye szegény él, az igaz, de viszont egy zombi lett belőle. És én arra nem emlékeztem, hogy... tehát, hogy lehet, hogy volt egy kis időben rendbeli kavarodás a játékomban, vagyis, hogy hamarabb találtam meg azt a Nilfgaardi katonát, és most ugye múltkori részben, vagy melyik részben mentem vissza a bombanős javasasszonyhoz, és ugye ő mondta, hogy jöttek a katonák és elvitték. A Nilfgaardi katonák is elvitték. Szerintem itt volt egy kis időrendbeli kavar, mert mondom, tehát most keresztül kasul bejártam a tábort, és nem találkoztam megint a katonával, legalábbis nem jött elő semmilyen párbeszéd. Na viszont itt vagy, te rohadék. És vele fogunk kártyázni. Ugye ő volt az, aki ilyen civileket végeztetett ki, rohadék. Hadd látom, mit árulsz, semmi értelme nincs. Mert, hát nézzük meg, hogy hát ha... Nem változik a portékája, mindig ugyanaz lesz nála. És nincs nála semmi értékes. Szóval hihetetlen srácok, de tönkrevert ez a mókus. Hihetetlen jó lapjai vannak azért. Jól van. Mit is kell itt csinálni? Itt semmit nem kell csinálni, mert a Skojátelnél még mindig hiányzik, ugye nagyon sok lap, a Nilfgaardnál meg szintén egy lap hiányzik, hogy ki tudjam játszani a frakciót. Viszont a vezércsere. Őt berakjuk így, hogy legyen egy kis napsütésünk, és akkor játék indítása. Srácok, viszont valamiért én nem tudom kijátszani a vezérlapomat. Tehát nem jelenik meg nekem ott alul, hogy vezérlap kijátszása. És nem tudok rájönni, hogy ennek mi lehet az oka. Ha aki tudja, az írja le. Jó? Jó. Na hát őt biztos, hogy lerakom, mert van már egy ilyen kémlapom. És úgyse fogok többet kijátszani, habár. Egy kicsit habjahúrja vagy, Zotya. Mert lehet, hogy berakom a két lapot. Berakom neki, lerakom neki, azt a mindenit mondom, ebbe húgya vagy. Ezért vesztettem el szerintem. Mert egyszerűen valahogy most nem tudok oda koncentrálni. Kapkodok. Arra gondoltam, van a két lap, lerakom mind a kettőt most, és lerakom a dermesztő fagyot. Viszont, ha a játéknak van napsütés lapja, akkor annyi, meg egy bambi. Ajaj. És van neki. Biza. Tehát ezt ugye... Ó, van két hőslapom. Szuper. Van egy hajítógépes lapom, illetve kettő. Van egy íjászlapom, és itt is van egy hőslap. Hát, hogyha most nem merem tönkre, akkor soha büdös életben. Kürtöslapom nincs. Hőslapot nem lehet visszaszedni álcával. A dermesztő fagyot rakom be. Na nézzük, mit raksz te szemét. Ilyászlapot rakott le.
Azt mondja Amondóvalék, hogy van nagyon sok hőslapom, amiből... ha jól tudom, ezt most lerakom. Akkor nem tudom egyből visszaszedni ugye az álcával, emlékeim szerint. Tehát, ha jól tudom, akkor úgy van, hogy még mellé valamilyen lapot le kell rakni, emlékeim szerint. Ó, a franc se tudja most így hirtelen, gyerekek. Na jó, mindegy. Mivel kezdjünk? Ő ilyen szokkal kezdett. Abból nekem nagyon sok lap van. Miből van nekem nagyon kevés, amiért úgy... Nem is azt mondom, hogy nem kell, csak... Csak úgy kezdjünk azzal, vágjátok. Akkor kezdjük a távolságiakkal, jó? 6-os, 2-vel több, mint amit ő lerakott. Oké. Kapott plusz lapokat, viszont akkor most én is lerakom. Hehehehehe. Te kis bumburnyák. Valami más akartam mondani, még visszaszívtam. Jó, hát ennek a időjárás lapnak annyira nem örülök, mert amúgy is most a sajátomat gyengíteném bele. Nézzük csak, hogy most az álcával, igen, tehát hogy kell az asztalonra lenni egy más lapnak. Mert ha csak őt, ja nem csak a hülye vagyok, bocsánat, az ő lapját szedem vissza. Még nem szedem vissza, jó? Még nem szedjük vissza. Játsszuk ki akkor őket. És akkor a következő körre marad nekünk egy ilyen lapunk is. 15-17. Mivel folytassuk? 15-17. Azon gondolkodom, hogy adjam fel az első kört, visszaszedem az ő lapját. Lerakom megint. És feladom ezt a kört. És akkor lesz egy csomó paklima a következő körre. Szerettem amúgy ezt a taktikát, csak nem biztos, hogy bejön. Nézzük meg. Nem bírom ki, hogy ne próbáljam ezt ki, bocsánat. Hát srácok, lerakok valami erősebb lapot és megnyerem a paklit. Szerintem ez hiba volt. Hanyas kéne leraknom? Sőt, láthatunk döntetlenre is. Ugye? Sőt, talán jobb is, ha döntetlenre játszok. Északi királyságnál nincs az, hogy döntetlen esetén ő nyer. 6-ot. Van 6-os értékű lapom? Nincs. Vagy lerakom... Nem, hülye vagyok, miért raknám le, úristen. Ez teljesen felesleges lenne. 6 nincs 6-os értékű lapom, ami döntetlen lenne. Van egy... tehát vagy két 5-öst rakok le... vagy két 5-öst rakok le, ami 10. Az es lap. Vagy lerakok egy ilyet. De akkor azzal meg is nyerem. Azt a mindenit. Mert tudjátok, vágjátok, tehát a következő körre akkor kész, megnyertem. Azt megnyerem és ennyi. De ugye tehát döntetlen esetén is megnyerném ugye. Ha a következő kört megnyerem, akkor megnyerem. Nincs 6-os lapom viszont. Viszont ezt lejátszani azért az nagyon durva. Két 5-ös lapot ha lerakok. Vagy ugye van az, hogy akkor igen, ráhagyom, és megnyerem a meccset. És lerakom őket. Vagy lerakom őt. És megnyerem a meccset. Passzol, visszaszedni már nem tudja. Még ha van álcalapja is, mert passzolt. Na nézzük meg. Milyen lapokat kapok? Megint kaptam egy álcalapot, nem már. Vissza tudom megint szedni. Hát őket tudom visszaszedni, és akkor ugye ennek akkor az lenne az értelme, hogy visszaszedem és föladom ténylegesen a meccset.
vagy lerakok egy kürtös lapot, vagy lerakok egy kürtös lapot, és megnyerem a meccset. És kettő kürtös lapom van. Mert az 21. 22. Hülye vagyok, miről beszélsz, hogyha? Jó, nézzük meg, srácok. Hehehe. Jó. Kör kihagyása. Imádom, imádom azért a kártyát. Tényleg néha nagyon virtuózatosan be lehet nézni, de hát annyiféleképpen lehet nyeregetni, hogy tök jó, tehát nagyon jó. Oké, és akkor hát és akkor kezdjünk valamivel. Nincsen nekem távolsági lapom, ami azt jelenti, hogy például így kezdésnek lerakok egy ilyen időjárás lapot. És meglátjuk, hogy a gép mit lép. Nagyon jó a kivárás is amúgy. Ilyen szempontból. Jó, szuper. Jót lépett a gép. Oké. Jó, elfigyeljük. Akkor rakjuk le a lapokat, és meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát ezt a kört meg kell nyernem mindenféleképpen, mert miért nem? Gondoltam, így van, rohadékgép. Jó. Gondoltam, és látjátok, tehát nincs az, hogy én kijátszom az én királylapomat. Oké, nem, mindegy, nem baj. Nyomjuk. És van még egy álcalapom is, amit vissza tudok szedni. De lehet valamilyen lapot vissza tudok szedni, és ugye meglátom azt, hogy a gép mit rak le. Na most egy kicsit megint elbambultam. Jó, azt hiszem többet most úgy néz ki, hogy ezen a héten, vagy legalábbis ezen a napon biztos, hogy nem játszok még egyszer Witcher-t, mert valahogy máshol járnak a gondolataim, bocs fiúk. És most így teljesen megint egy pillanatra így elkalandoztam teljesen másfele. Jó, lerakjuk a hőslapokat. Oké, azt a mindenit. 6-os értékű. Hát minden rakjuk le 5, igazából mindegy. Így van. Oké. Érdekes, hogy most nagyon jól állok a géppel. Nem szabad mondjuk lebecsülni még a gépet. Hát, ha lesz még olyan napja. És mondom, előzőben meg tönkrevelt. Nagyon béna voltam, de valószínűleg azért, mert tényleg nem tudok most pont Nem tudok most oda koncentrálni, és na, és ilyenkor kéne az, hogy itt van nekem az én vezérlapom, ott van vezérlap kijátszás. Nagyon jó. Á, még nem játsszuk ki. Még hát, ha le fog rakni még valami időjárás lapot. Nem. Még nem játsszuk ki. Nem játsszuk ki. Cukkini. Még nem cukkini. Biza. Az ellenfelem passzolt. Van még két lapja? Mit? Úristen. Mit csinál a gép? Hát akkor vezérlap kijátszáson. Ez mi volt, srácok? Megkönnyörült rajtam a gép? Oké. Okay. Ja, ott 25-ös a érték. Jaj, bocsánat, azt hiszem elfelejtettem, igen, tehát ugye a hőslapokat azt hiszem azt nem csinálja a kültös. Ja, le se rakom, felesleges körkihagyásom. Minek szüttyögök még itt. Győzelem, és akkor... És akkor még nem játszottam vele, és ez az. Kotyvasz. Fúria. Kaptam valami lapot tőle. Biza. Biza, akkor nem játszottam vele. Beállítások, Gwind Pakli. A szörnyeknél a kotyvasz. Hát sajnos más lapot nem kaptam tőle. Így van. Viszont itt van egy olyan lap, amit én nem tudom, hogy miért vettem ki. Ijászlap. Ijászlap, és nem tudom, hogy miért vettem ki, srácok, mert... Nézzétek, tehát van belőle itt egy ilyen. Ezt amikor előzőleg játszottam, akkor néztem, és őt veszem ki. Igaz, hogy szeretjük nagyon a törpöket, de a csajokat jobban szeretjük. Jó, tehát 5 rakom ki, és menjünk át ide-vissza.
Jaj, Mamika, mindegy, most már akkor itt, és akkor őt rakjuk be. Jól van. Szóval nem tudom, hogy miért úgy jelenik meg, hogy vezérlap kijátszása. Én úgy emlékszem, hogy régen úgy volt, hogy bármikor ki tudtam játszani a vezérlapot, de úgy néz ki... Ha, várjátok, viszont hogyha már... Vagy nincsenek egy vezércserét? Bocsánat. Mert ugye itt az jelenti, hogy húz egy áthatolhatatlan ködlapot. Mert most valószínűleg, hogy az volt a logikája, hogy az akkor tudtam csak kijátszani a vezérlapot, hogyha a gép lerakott egy időjárás lapot, és akkor ugye nekem a én vezérlapomon az a napsütés volt. És ez így logikus lenne, de viszont a áthatolhatatlan ködlapot, az bármikor ki tudnám játszani, vagy ki kellene tudnom játszani. Na jó, most már megfigyeljük. Na, fiúk, lányok, tehát jó, sikerült akkor így másodszorra megverni, sőt nem is megaláztam a gépet. Most. És akkor megyünk tovább. Megnézzük, hogy milyen küldetéseink vannak. Ugye nem a fő küldetést csinálom. Mik vannak itt? Kincsvadászat. Új, van ott egy négyes szintű. Hát, nem akarok, tehát minden küldetést meg akarok csinálni, amit fölvettem. És hát akkor valószínűleg, hogy az kéne. Igen, itt van az elsüllyedt kincs. Witcher megbízások 20-as szint, de még ugye zöld. Hopp, és akkor itt van a másodlagos küldetés. Óha-hó-ha-hó. Nyerj egy egyedi lapot Vernon Roach-t. Akkor még nála nem voltam, nála sem. Kártyázni? PS4-en? PS4-en tudom, hogy játszottam, és akkor lehet, hogy ott voltam. Nála, mindegy. Komoly tét, Novigrád ököl, élethalál kérdése, katona szobrocska. Igen, találtunk valami szobrocskát, és beszéljünk Trisszel. Srácok, nem lehet, hogy egyszer lesz egy olyan küldetés ebből, hogy itt nagy bátran itt viszem el hozzá szobrocskákat, és lehet, hogy egyszer valami halat fogunk kiszabadítani, ami nagyon durva szörny lesz, vagy ellenfél, vagy varázsló. Mert az előző az nem volt, az csak semmi nem volt végül is. Aj, nehogy így behúzzon a csőbe a játék, én ettől félek. Mi ez? Javasolt szint 12. Őket is jó lenne elkezdeni. Na, tudjátok mit? Én Amondóvalék, hogy kezdjük ő vele. Mit ír? Olvasd el a levelet, és találj meg a kincset. Jó. Hát ő lesz. Mert, tehát négyes szintű azért már ne hullogjon itt a listánkban. Utána meg valószínűleg, hogy szintén az alacsonyabbakkal fog folytatni. Jó? De nézzük, fiúk, lányok. Hova menjünk? Gyors utazással. Jaj. Oda. Akasztott köz. Jól olvasom. És akkor ezzel fognak telni a mi kis perceink, órácskánk, hogy akkor csinálgatjuk ezeket a küldetéseket szépen nehézségi szint alapján, tehát a legalacsonyabb nehézségi szint alapján megyünk fölfelé. Ne nézzük! Találjuk meg az elsüllyedt kincset! Ó, szerencsétlenek itt vannak fölakasztva. És ezért mondtam azt nektek, hogy tudom, hogy itt mindig érdemes használni a Witcher érzékeket, mert egyszer volt igen, hogy bizony egy ilyet találtam. Szóval milyen érdekes, nem? Na, akkor viszont te azt el is olvassuk, srácok. Ott lesz a végén, már meg is van. Levél Nilfgaardi feleségtől. Dilvin. Elvesztettem apámat és fivéremet a legutóbbi feleségtől. És fivéremet a legutóbbi északi háborúban, kérlek, gyere vissza, mert félek, hogy elvesztem a férjemet is, és a mi kis Bertiszünk elveszíti az apját. Tudom, mi a katonaszökőnyek büntetése, de azt is tudom, hogy néhányan hazajutottak sértetlenül. Elrejtőzünk majd Ilfan tanyáján, ott békében kívánhatod a háború végét, minden nap imádkozom érted, Alvin. Elvin.
De szomorú, hát nem is sikerült neki, szerencsétlennek. És ugye akkor nem azért Desertőr, de... Volt Desertőr... bocsánat, a Desertőr az nem jó, mert az ugye az, hogy átáll az ellenség oldalán, rosszul mondom, ugye? Így van. Minden esetre elég szomorú. A Desertőr. Azt hiszem igen, Desertőr, vagy csak annyit jelent, hogy... Huha. Egyre csak butulok, azt kell mondjam. Mert most hirtelen nem tudom elmondani nektek pontosan, mi a Desertőr. Hogy át is áll az ellenség oldalára? Nem az áruló, szerintem, de az Desertőr szerintem csak annyi, hogy dezertál, tehát hogy ott hagyja a... És itt talán már jobban akkor le tudom... pillanat, itt viszont be kell rakni a... Ja, víz alatt, jó, nem kell berakni, mert alapból tudok víz alatt lőni. Jó, lebukás. Bukjunk le. Francba lövök már. Na jó, menjünk vissza. Mert emlékeim szerint nyomogatom azokat a gombokat, és nem tudok lőni víz alatt. Most nézzük már meg. Na itt van. Akkor úgy néz ki, hogy előtte be kell rakni, jó? Rosszul emlékeztem. De jó, ez sincs túl bonyolítva, mert egy lövés és készen. Nem kell vele ott olyázni, vágjátok. Na, menjünk, kedves Geraldinho. Levegőnk még van, bővibe. Találtunk valami érdekességet, illetve, hogy van felbukkanás. Azért még körbenézünk. Jó. Tehát azért még körbenézünk, kicsit alaposabban, hát amíg találunk valamilyen ládát, zsákot, bármit. De nekem nem úgy néz ki, mintha itt lenne még akármi is. Miről is pofáztam? Amúgy nem tudom most, hogy hirtelen. Ja, igen, jó, a Desertőrön járt az agyam még mindig, hogy most... Desertál. Igen, tehát Desertál, így ez alapján jobban be tudom már frissíteni a szónak a jelentését. Önálló van valami? Nem, nincsen semmi. Csak rothadó bűzös hulla. Amit nem is értem, hogy valami szörny miért nem csámcsokta meg a finomságot. Oké, felszerelés, és nézzük meg ezt a páncélozzosságot, hogy mi ez. Angren páncél, ahogy 306 az értéke, így van, hát egy kicsit gyengébb. És akárhogy is nézem, ugye emberek ellen hatásosabb, mert ugye emberek szoktak nekünk itt szurkálni, meg leütni, meg vérezni szoktunk, meg mit tudom én. Minden esetre egyelőre maradjunk meg. Ja, és még van valamink. 300% mérgezés esélye. Fogjuk rá... Bocsánat, mi az a sok... nyílpuska? Őt még nem tudjuk használni. Kisebb, ő is kisebb. Hát akkor ezeket majd el kell adni. Szükséget 19. Jó, maradjon ő. Oké. Csizmába rakjunk bele mindenféle hülye rúnak köveket? Illetve rúnát, bocsánat. Mi ez? Rakjuk be. Rúnakő. És akkor ő is rúnakő. Oké, fiúk, lányok. Akkor húzzunk tovább. És ahogy megígértem nektek,
és ez hatodik sakad, ezt így fogjuk csinálni. Akkor... 13... 12. Ja, de várjatok, még volt valami más. Az a... Hol van? Vagy az nem? Akkor nem az? 13. El 12, ugye? Jó. Akkor a... Menjünk Trishez. Ja, hol van? Igen. Tehát menjünk Trishez. 12. Trishre kíváncsi vagyok, bocs. Tehát majd utána akkor lesz ő. Oké, menjünk Trishez. Menjünk Trishez. És... És hol is volt itt a oszlop? Ő micsoda? Óvakodj a kalózoktól. Ha jól tudom, ott volt a gyors utazás. Hopp! Ezeket a... tönk fákat is meg kell nézni. Igen, itt van. Itt van a szerencsétlen. Akinek nem sikerült hazajutni a feleségéhez. Jó. És akkor megyünk Trishez. Ja, itt is kicsit nyögvel nyelős. Megyünk Trishez. Megyünk Trishez. Hajszál pontosan. Megyünk Trishez. Meglátogatom a boltost. Eladjuk a cumókat. Ha már ugye ott vagyunk a főtéren. És akkor úgy megyünk Trishez. Hogy repül az idő? Ha az ember jól szórakozik. Ha-ha-ha. De jó sokat tölt. Na végre. Oké, 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 oké. De kár, hogy ide nem lehet bemenni, amúgy mi van itt? Valamilyen festő műhely? Hát... Oké, az egyik az egy, a bal oldali az egy piros boszorkánynak nézem. A többit meg nem tudom. Oké, 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 oké. Akinél biztos, hogy el tudjuk adni. Nincs itt. Mert este van, este van, este van, kiki nyugalomban. Viszont Vivaldinál már légjártunk. Beváltom, ha itt van, és itt van, ó, hát így, ezek a törpök, ezek állandóan vannak. Beváltjuk a valutánkat. Játszunk Ventet. Nem, nem akarok játszani Ventet, mert úgyse tudom oda koncentrálni. Kölcsön kellene, pénzt akarok váltani. Got some coin I'd like to convert into crowns. Nem, 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 srácok, nem, nem, most valahogy, valahogy máshol jár az én kis gondolataim. Ennyit kaptam, nem, nem sokat, de az is pénz. Oké, és akkor menjünk akkor Trishez. És nem kártyázunk vele. De nyilván de nekem rémlik, hogy azért csak kártyáztam már vele, de aztán kurulja. Trappoljunk, trappolunk Trishez. Keményen. Mennyi ilyen gyanús alak van? Mondjuk én is gyanús alak vagyok. Erről is nézem. Erre mutatja a kis pontocska, akkor menjünk erre. És nagyon durván néz be a játék. Annyira hangulatos gyerekek. Oh. Ó, kurafi embere. Kurafi emberének jó lesz az állt. Mert áll, jó lesz a szemszeri is. Nézzétek, nézd kurafi embere. Látod kurafi embere? Ó, azt nézzétek meg. Azt nézzétek meg. Bocsánat. Nem látta a kacsámat? Hát ez egy durva. Meg se tud közelíteni. Nem, rossz a...
Íjjászat, gyerekek! Nem rossz az íjjászat, hát ho-ho-ho-ho-ho! Nézzétek már meg! Jó, persze, oké. Okay. Most jutott eszembe, hogy azért olyan nyilvessző is van benne. Tehát így most akkor hagyjuk abba a vele való lövöldözést. Korona, csirkés szendvics. Mennyi csirkés szendvicsem van? És lassan már kezdek éhes lenni most, hogy így ezt így megtaláltam. Azt a mindenit. Nem, miért találtam én meg csirkés szendvicset? Úristen, most úgy beindult a... Érzem a gyomromat, hogy... Ugye ebéd előtt vagyok. Titkot elárultuk, hogy kezdek így éhes lenni, igencsak. Na! És akkor itt van Triss. Már megint a szürke. Tudunk velük beszélni? Nem próbáltam, ugye? Igen, szépsége. Ázi úr? Jó. Na nézzük meg Triss-t, biztos fönt lesz. Ahogy de imádom ezt a játékot. Igen. Ami eszembe jutott, hogy van egy másik játék, amit én nagyon várok, csehek csinálják. Sajnos nem jut most eszembe a neve, így hirtelen. És föl is vagyok rájuk iratkozva az ő YouTube csatornájukra, és lassan bizony révbe ér a játékuk. Azt kell róla tudni, hogy ez is egy középkori játék lesz, tehát középkori fantasy játék lesz. Én úgy tudom, hogy hogy rendesen a középkorban is fog játszódni, és egy hatalmas, tehát hogy nem tudom én milyen hatalmas vidéken fogunk ott lenni, most nem tudom, lehet, hogy pont Anglia, és kíváncsian várom. És úgy lesz megcsinálva, hát ez most jó vagy rossz, azt nem tudom, de hogy olyan játékmenete lesz a játéknak, hogy mi ott egy ilyen átlagos katona, vagy ember, vagy bárkik lehetünk tulajdonképpen, és körülöttünk fogyni fog a történelem. Tőlünk akár függetlenül is. Tehát, hogyha nem megyünk el, nem állunk be a hadseregbe, és nem menjünk el egy nagy csatába, akkor kimaradunk abból a csatából, értitek? Tehát, kíváncsi leszek rá. Na, beszéljünk Triss-szel, bocsánat, ez csak egy ilyen rövid, és... Hogyha miért vagy ilyen szomorú, Triss? Na, beszéljünk vele. Yes, Geralt? Oké. Régóta vagy Novigradban? Hogy vagy? Ezeket kérdeztem én tőle? Franc se tudja. Nézzük meg. So. Why do you ask? Váltsunk témát, akkor lehet, hogy beszéltem vele. Maybe we should talk about something else. Ezekről a dolgokról. Gladly. I was about to ask the same. Triss azért velünk ilyen, mert hát természetesen tudja, hogy Yennefer már újra belépett a mi kis körünkbe. És lehet, hogy ezért velünk ilyen elutasító és hideg Triss, mert én úgy gondolom, hogy az. Mert hát ő tisztában van azzal, hogy Yenneferrel nekünk milyen a viszonyunk. De ő nem tudja, hogy most én játszok Geralddal, kedves Triss, tehát nekem Yennefer nem volt sohasem szimpatikusabb, mint te. Régóta vagy Novigradban? Been in Novigrad long? Long enough to know how not to get caught. Kérdeztük. And before you came here, where were you? Oh, places where I managed to get by without your help too. Which doesn't mean I'm not happy to see you. Jó, a szobrocskát nézzük meg először. Look what I picked up. Come on, we have to impress him. És utána nemes embernek néz ki. Nem, hát azt hiszem katona szobor. Azt hiszem katona. I think it's a soldier. We'll know soon enough. Come with me. I know a place where the walls don't have ears. Mik lesznek itt, srácok? Ugyanaz a nő csinálta vele, vajon a katonával? Everything's ready. Let's get to work. Elég komor a hely, vámpírnak ugye a búvófészke. Bűvő. Ugye ezt fogja mondani, nézzük meg, bocsánat. Place is pretty grim. True. Ez az. Akkor átugorjuk. Bűvőjük ki a katonát. Nem tudom, hogy ennek is lesz ez a nagy szerepe, hogy egy vámpír eltekel.
kíváncsi vagyok, hogy tényleg ennek mi lesz így a vége. Amúgy is ki fogom mindig szedni a szobrocskából ezeket a karaktereket, de tényleg, hát ha lesz be valamikor olyan, hogy valami hatalmas valakit szedünk ki. Nilfgaard. What am I doing here? Ez a pont. Mi az utolsó, amire emlékszel? Who are you? What's the last thing you remember? I remember a hill. A battle. I had orders for a unit. Oh. I remember a sorceress. Her hair like flames. She cast a spell. The right flank was to attack. Hit the shield bearers. The right flank didn't attack, and the sorceress was Lita Nade, known also as Coral. I was there too. Nagyon régen történt. This happened long ago. Shit. Miért csinálja ezt? Kiszakarva, véletlenszerűen? Hát a csókánál kiszakarva. Pihenj most. You're exhausted. Always happens with compression. Get some rest. Yes, I should. Once you've recovered a bit, you should find ambassador. Létezik, hogy találkozni fogunk majd azzal a vonázó nővel. Előbb-utóbb a nyomára bukkanunk valahogy. That was interesting. And exhausting. Rendi check. Well, till I woke. Rendi check. Voltam már itt ugye, tehát igen, megint itt vagyunk a vámpír rejtek helyén, és ugye végigkutattam, és nem igazán tudom, hogy lesz ennek bármi szerepe, hogy itt vagyunk egy vámpír rejtek helyén. Egyszer csak például így hagy minket rész, és meg fog jelenni, vagy mi lesz? És nagyon naposan körbenéztem, és nem látok ilyen rejtek odút még itt ezen belül. Na jó, menjünk itt. Menjünk Trishez. És akkor folytatjuk tovább. Any last words? Srácok. Geralt, a földön fekvőt. Így van. Mit csinált? Láttátok? Mit csinált? Koronák, üres palack, nem kell. Van itt még valami. Oké. Okay. Sonkás szendvics. Végre sonkás szendvics. Oké. Okay. Elég közel vagyunk itt visszhez. Nem kell túl sokat mászkálni. Összetűnt hozzá. De jó. Nagyon jó, hogy lereagálják, hogy hányszor jövök ide, nagyon jó. Figyeltek erre is a fiúk, hát le a kalappal tényleg. Srácok. Azt a mindenit, de jó volt. Na, és akkor most akkor Triss. Így van, Triss. Olvasol, romlani fog a szemed. Yes, Geralt? Régóta, jó, el akarsz mondani valamit? What did you want to talk about? Strange message. No. I don't quite know what to think. Who is it from? Ingrid Vagelbutt's servant. Apparently, Lady Vagelbutt's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vagelbutt needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Bizony. Ne menj ennek a közelébe. Mitől tartasz? What are you afraid of exactly? That it's a trap. On the one hand, it's an opportunity I can't afford to let slip. We need the coin. On the other. Nobody expects you to risk your life. I expect that of myself. The thing is, it used to be easier. When I didn't know what it's like to be tortured,
what it's like to hear the screams of others and be unable to do anything. You could have escaped at any time. I know, but I was still terrified. What if they fetter me in real Dimeridium? You won't always be there to help. Ne menj ennek a közelébe. Attól félek, hogy azt mondom, hogy ne menj ennek a közelébe, akkor hát mi fog történni egyrésztről, ugye? Nem tudhatom, hogy hogy fog lefolyni a párbeszéd. Tehát, hogy tényleg akkor azt mondja, hogy jó, akkor köszi, nem megyek, és akkor bukok egy küldetést, vagy pedig ugye hadd segítsek, és akkor mégis ott leszünk. Hát én inkább őt mondanám, hogy hadd segítsen. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Most aztán most ennek nem tudom mi értelme van, mindegy lényeg. Whose idea you think this was? The servants or Vagelbuds? My bet's on Ingrid. Highborn damsels have a lot more time than their servants to read adventure novels. I think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Mm-hmm. Fine. Let's meet there. Jól van, kedves Trissi. Segítünk neked. Oké. Bocsánat. Ezt akartam megnézni. Ez ilyen... varázstükör lenne? A másra nem jó. Jó, elég kör... azt hiszem Krisznek itt a kulipintyójába körbenéztünk. Na, megnézzük, kíváncsi leszek, hogy mi lesz ez. Várjatok? Vegebuldék. Szójegyzék, szereplők. Szóljatok, ha látjátok. De ez talán benne lesz. Nem az. Nem lesz benne, ugye Vegebult, hát itt volt a V betű. Kár. Nem tudom, mikről van szó, megmondom nektek őszintén, srácok. Ingom nincs. Luisa Lavalette. Nem az a két csajszínak valami? Az a Iker csajok, akik hasonlítok egymásra? Nem rémlik, az a baj. Chapel, Cirilla, Anna, Annabel, ők is. Ja igen, megvan. Sajnos. Nem volt rossz, vagy jó kimenetel a küldetésnek. Tamara. Jennifer... Bele se kerültek az a két csajszi. Nem látom őket itt legalábbis. Na jó, mindegy, srácok. Ne húzzuk az időt, hanem akkor menjünk és csináljuk meg ezt a küldetést. Aztán talán majd ott kiderül, hogy kiről is van szó. Mert tényleg most így a név az nekem tök kiment a fejemből. Jó! Még ezt is kiírja, hogy kékinget hord és kulcsok rohanak az övén, pedig ezt pont megjegyeztem, hogy kék tunika, és ugye nagy kulcskarika. Milyen messze van? Azt azért nézzük meg? Nem tudom, hogy... hát, jó. Tehát oda kell menjünk gyalog. Olvassuk el azért a küldit.
Az összes szállatokat boszorkány közül, akiket hajszatok a boszorkány, Triss Merigold, a kivételes hatalmi varázsban halálát kívánták leginkább, míg Vulcan közben dacolt velük. Rejtek utat épített ki a maga a féléknek, búvó és megkörül lebukást, akkor Geralt Verne kapcsolatban lépett el, jó, oké. És alkalmi szeretőjével azt üstént segítségét kérte. Hát... Jó. Megnézzük! Hány óránál járunk? 15 perc van hátra, akkor szerintem már csak ő lesz. Más nem fog beleférni. Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy valami hosszadalmasabb küldetés lesz. Lots of blue jerkins. Interesting. Rengeteg kék zeket, de hát a kulcskarikát majd megnézzük. Elolvasás. Városlakó. Na például ő nála ott van. Looking wobbly. Need some overripe sheep's feet. Azért nézek így nagyon körül, mert ugye ha egy csapda lenne, akkor ugye nem ott fognak állni mellette, hanem valahol... részeg. Hát ő tényleg részegnek néz ki. Hanem valahol itt fognak állni. Pöcsfej. Hát na te biztos, hogy nem vagy itt valami csapdára kész ember. Ja, itt van Triss, igen. Srácok! Nekem itt semmi gyanús nem tűnik fel. Nézzük csak. Ja, ő Radovid lesz. Szegény most jó hely lately. Tehát srácok, nekem itt semmi olyasmi nem tűnik föl, ami gyanús lenne. De Triss életéről van szó. Nem lehetünk hevehúrgyák. Jó, oké. De semmi gyanús nincs. Not good. Semmi. Semmi gyanús nincs. Te is tipikusan valamilyen akárkinek nincs ráki. Kurva fiembere. Hát ha csak nem az, hogy ennyi kurva fiembere van itt. Állj! Állj! Gyanús alak, te ki vagy, te személy? Te gyanús vagy? Jól van, srácok! Tényleg nem látom, hogy itt bármi is készülne, akkor beszéljünk vele. Na jól van, hol kapom a legjobb áramot? But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. Okay, Caravers. Erre nincs messze. It's an overripe sheep's feet. Amúgy azt nem lehet ellopni? Várjatok! Nem ad ki rá valamit? Ne fussál! Ne fussál! Rohadjál meg! Gondoltam! Oh! Ja, de őt is megtámadtál! Jó. What do they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe... Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Merigold? You were to come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Morris. Works for the witch hunters. Aye. You're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Bagelbud
Okay, ki vagy te pontosan? Now that we're past the initial courtesies, maybe you can tell us who you are. Lady Vagelbud's valet. I meant you no offense, sir. Why wouldn't Lady Vagelbud meet with me personally? She was afraid they'd follow her. Been a nervous wreck of late. Mi ez az egész? So what's this about? Be straight. Lady Vagelbud's son, he's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple guard's gotten wind. Wouldn't worry about the guard, but since the mage hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vagelbud bought off the guardsmen, but since the hunters pay for every mage revealed to them. Guardsmen took a bribe from the frightened family, then whispered a word to the hunters anyway. Mm-hmm. Te mit gondolsz, Triss? How'd Ingrid Vagelbud know to contact Triss? That Triss was the right person? We learned Miss Merigold had helped Myra Bass disappear once the witch hunters were onto her. Myra provided Lady Ingrid with magical assistance on a few occasions with Milady's, afflictions. Makes sense. Myra mentioned treating a highborn lady to me once. Jól van. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vagelbud can slip out of the house unnoticed? Ain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vagelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye. We'll not manage without you, miss. Lady Vagelbud fears the Elf's being watched. Rossz ötlet. Jó ötlet. Hát nem jó ötlet semmiféleképpen sem, de talán úgy izgalmasabb lesz. Igen, nélkül nem bogni a kisasszon. Lady Vagelbud attól egy személyzetet. Ha azt mondom meg, hogy rossz ötlet, akkor szerintem még mi mindig meg tudjuk csinálni. Legyen, hogy rossz ötlet. If the hunters are after Albert, I doubt some merrymaking will distract them. Geralt, a ball at the Vagelbud's is hardly some merrymaking. Word is, at the last one they served 100 different desserts. What the hell? Fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals or blue roses from Nazaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Kandírozott ugye az, amikor valami alkohol, hogy meggyújtják. Az a kandírozás. Jó, várható valami gond? Biztos, hogy Trisszel tartunk. Várható valami gond? Expect any trouble during the ball? Hardest part will be to keep Master Albert's departure a secret from his grandmother. Is that necessary? Lady Patricia's a fervent believer of the Eternal Fire. Knows naught about Albert's interests in alchemy. Hmm. Luckily, the elder Lady Vagelbud's a rare visitor to the country residence. Truly an atypical family. I'm not one to judge, sir. Trisszel tartunk. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts. You're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. Guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Geralt. Előbb még el kell intéznem valamit. Semmiféleképpen sem indulhatunk most, mert lehet, hogy akkor tényleg folyamatában megy a küldetést. Előbb még el kell intéznem valamit. És akkor ez a következő videóra. Igen. Ismerjük. Így van. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not eléggé feltűnők lennénk, Geralt. Rókállatsz ide vagy oda. Nya. Hát akkor, srácok. Tehát ez a nagy küldetés, mert akkor ez egy nagyobb küldetés lesz, így van. Tehát akkor ez a következő videóra marad. És mi meg akkor... akkor megnézzük azt, hogy milyen messze is van.
eljárt. Hát nincs olyan messze jó. Tehát teljesen felesleges teleportálgatni. Ugye ő lesz az a szabó, az a tünde szabó, aki szeret mindenféle ruhákba beöltözni, és egyszer ugye Dandelionnal, mint nő találkozott, vagy mentek el valahova? Jól van. Gondoltam, hogy menjünk majd még oda hozzá vissza. Aj, hát is de jól néz ki. A játék. Annyira jó megcsinálták. Menjünk nyílegyenesen, habár. Habár igen, itt lesz a tenger. Ó, itt is vagyunk. Tünde. K-Swex. Jelentsen bármit is. Na hát most... nagyon szép ítkezik. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Mutasd, mi van raktáron. Of course, please do. If anything chafes or pinches, really. I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. Srácok, tudjátok-e, hogy mire én gondoltam? Hogy nekem nagyon mondta az a csóka, hogy farkas állarc és róka, trisz róka állarca, madár állarc, megveszik az összes ilyen hülye állarcot. Hogy miért pont így mondta, hogy milyen állarcba legyünk mi? Mert így könnyebben beazonosíthatja Triszt. Levegyük meg az összes mindenfélét. Jó, és akkor kell nekünk valami hülye báli ruha. Melyik néz ki annyira nem hányadékul? Elegant Skellige. Skellige Ing. Skellige Tunika. Térnadrág. Térnadrág. Nilfgaardi nadrág. Egyik sem olyan vagány, úgy gondolom. Most nézem az árakat. Ne szívasson már a játék, azt a mindenit. Nilfgaardi cipő és ünnepi papucs. Jó, akkor a cipő. Nem tudom, hogy mennyire kell nekünk komolyan felöltözni. De akkor vegyünk meg mindenféle ilyen baromságot. Ez nagyon cirádésnak néz ki. Ez talán ami ilyen kedvezőbb. Meg akkor vegyünk egy Nilfgaardi nadrágot. És... nem tudom, nekem ő tetszik. Ez a Elegant Skellige Ing. Könnyű páncél például ő már. Mennyi pénzünk van? Ajajajajajajajaj. Na jó, legyünk elegánsak, basszus. Egyszer élünk. Illetve akkor... hát úgy gondolom, hogy a Skellige Inghez olyan térdadrág is illik. Ahogy nézem, tök mindegy, hogy melyiket veszük meg, mert mindig azonos pénzbe kerül. Talán ő egy kicsit elegánsabb. Ez ott teli van olyan szíjakkal. Jó, nézzük meg. És akkor fiúk, lányok, én itt elköszönök tőletek. Aki nem a köbb kíváncsi a Gwent partira. Jaj, Gwentezni fogunk így a videó végén. És nem megyek már sehova, tehát itt kimegyek a házból és ott azonnal el fogom menteni, jó? De én gwentezni akarok. Tehát köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor szervusztok. Illetve aki meg akar velem itt gwentezni, annak meg... jó szórakozást kívánok! Meg miért mondtam ezt? Nagyon mindegy. Nézzük! Északi királyságok... jó. Tehát északi királyságok. Játék indítása. Ő is érzik a királyságokkal. Tyú, ha-hú, ha-hú. Mit tudunk mi lerakni? Hát most a tiszta idő az jól jönne.
mert ugye kicseréltem a vezérlapocskámat. De nézzük meg a többit is, hogy mi van ma azért itt. Mert például őt simán ki lehetne venni, hogyha nem lesz belőle még egy. Mert minek? Értitek? Akkor hát a kapunk helyette valami jobb lapot. Habár elég erős lap, de akkor is. Benne hagyjam őt? Benne hagyom őt, mert van fagyunk. Van fagyunk. És azt úgy jó kombinálni. Viszont akkor ez a kéksávos roham csapatból nincs még egy nekem. Az is igaz, hogy a sárkányvadászokból sincs. Jó, vegyük ki őt. Felhőszakadás. A felhőszakadás az a távolságra van. Mennyi íjászom van? Egy, kettő, három. Akkor én íjászt nem szeretnék lerakni. Ugye őt talán leraknám, de akkor nem, mert akkor kezdésnek indítsunk úgy, hogy... Maradjanak ők. Lerakok fagyot. A felhőszakadás marad, ijászokkal kezdünk. Illetve nem azzal fogunk kezdeni. Jó, de várjatok, valamit még akkor is le kell rakni. Rakjuk le a tiszta időt. Rakjuk le a tiszta időt. És az én köröm, így van. Akkor kezdünk vele. Kaptam kürtöst. Nagyon jó. Hű, de durva. Azt hiszed? Kiskomám. Hát akkor most nézd meg, mert én ezt is lerakom. És látod, hogy mennyi pontod van? Nagyon sok pontod van ám. De én most ezt is lerakom, kiskomám. A szemét. Fölvett egyet. Dögölnél meg? Így viszont már nincs értelme lerakni a fagyot. Most egy ponttal vezet, értitek? Majd esetleg később lerakom a fagyot. Viszont akkor én amondóval ég, srácok, hogy nyomjuk az íjászokat. 4 pont. A legkisebb íjászlapot akarom lerakni, amelyik is. Hú, de sok lapom van most, bocsánat, de... Mindegyik ötös. Itt van 2 ötös legalább, és akkor rakjuk le őt. Helyre mehetsz. Sírba viszel engem, te gép. És... Ilyen passzolni nem lehet, hát akkor még rakjuk le őt. És passzolt az ellenfelem. Nem tudok visszaszedni? Nem tudok visszaszedni lapot. De kár. És innentől kezdve meg sajnos ezekkel... Várjatok? Nem, semmi. De azért ne kapkodjunk, hagyj törpöljek egy csöppet. Tehát így én most ezt meg fogom nyerni, de viszont neki 2-vel több lapja is van. És nekem van 2 időjárás lapom, amit igazából kijátszhatok, de a sajátjaimat fogom gyengíteni. És pont az íjászlapokat raktam le. Illetve ennél nem. Na jó, mindegy. Ajajajajajaj, nem állunk jól körkihagyása. Azért nem állunk jól, srácok. Mondjuk, oppá, az jó lap volt viszont. És nem az ellenfelem jön? Én jövök megint? Na, tehát arra gondolok, hogy viszont... Ajajajajaj, mit csináljak? Várjátok, hogy gondolkodjam. Ő belőle egy lapon van. A távolságiakból.
Van még egy íjászlapom. Van még egy íjászlapom. Rohadjál meg. Én ebben az esetben hiába rakom le a fagylapot, nem fogja gyengíteni. Hát, hogy tényleg komolyan mondom. Tesó. Hagyjál lógva. Nem érek semmit sajnos a időjárás lapokkal. Ezért nem szeretem őket nagyon én használni, amúgy az időjárás lapokat, mert hát tudjátok, vágjátok, saját magamat is gyengítem vele. Na mindegy. Van azért nekünk jó esélyünk, hogy győzzünk, mert van két kültös lapom. Ez az. Őket most már nem akarom kijátszani. Van íjászlapunk? Van ugye egy íjászlapunk. Lerakom, és nem a martalócos van lent? Sajnos szerintem nem a martalócos lesz lent. Ez lehet, hogy az hagyni kellett volna. Nem látom a lapjaimat, hogy mik vannak ott alul. Mindegy, valószínűleg, hogy egy ilyet rakok le. Elmondom, hogy miért, mert van két kürtös lapom, és ugye értelemszerűen őket fogok. Jól van, te gép. Hogy őket fogom gyengíteni. Innentől kezdve meg nem. Jó, rakjuk le a lapokat. Most, hogyha még berak egy fagyot is, akkor hülyét fogok kapni. Jó, még nem állok rosszul, nem kell itt rémüldözni. Habár olyan tekintetben állok rosszul, hogy sajnos van két időjárás lapom, amit semmit nem ér az ég a tegyvilágon, mert nem fogom úgyse kijátszani, értitek? Miért játszanám ki? Aj, nem szeretem a időjárás lapokat annyira. Jó. Ezek viszont jó lapok. Így a végére azért. Na, ilyen lapot se láttam még, azt a mindenit. Nézzétek már meg, és kürtös. Tehát, hogy olyan... Ezt ilyen lapot nem láttam. Vagy csak nem figyeltem föl rá, na mindegy. Te buzeráns. Bocsánat. Amit biztos, hogy erősíteni fogok, az ugye a közelharc csapatom. Ilyenkor megint az zavar, srácok, hogy nem játszhatunk ki az Északi Királyság lapomat. Megmondom, hogy mire gondolok ugye ebben az esetben. Ugye milyen királyság lapon van, ugye félbehúgyán kivettem természetesen azt, hogy jó idő legyen. De ugye megint milyen lapon van? Köd lapon van. És igaz, hogy nem osz, nem szoroz, tehát a két köd lap nem üti ki egymást, tehát nem lesz abból jó idő. Hanem egyszerűen csak ugye... Azért gondolom ezt, hogy leraknám most a királylapomat, ködlapot, mert időhúzás. Lássam azt, hogy még mit rak le a gép. Na jó, mindegy. Mivel járok jobban például? Azzal, hogy ugye ő most ott 12-es értékű lapjai vannak. Én lerakom ugye a kürtös lapot a távolságimra, de viszont mit nem érek el vele semmit, mert csak 10-es erejű lesz. Viszont ugye ezt meg lerakhatnám. És akkor őt jobban gyengítem, mint saját magamat. Na jó, mindegy. Nem értem én ezt, hogy ez miért nem lehet kijátszani ilyenkor a királylapot. Hadd játszom már ki akkor, amikor akarom, mert pont, hogy időhúzásra. Jó alap. Jó, gondoltam. Tíz, látjátok? Tízes erősségű. Tízes erősségű. Még mindig nem tudom kijátszani a királylapomat. Ilyenkor vagy az van, hogy passzolok, mert hülye leszek lerakni a fagyot értelemszerűen. Ilyenkor vagy az van, hogy passzolok, és akkor bármit lerakhat még a gép. Vagy akkor az van, hogy most kijátszom ezt a időjárás lapot,
És bízva abban, hogy jobban gyengítem majd az ő sorát, mint az enyémét. Ugye? Dögöljön meg! Ezt miért nem lehet kijátszani a királylapot? Azt a mindenit. Mindegy, ezzel jobban járok szerintem. Jó, és akkor én meg passzolok, mert most már ennyi. Nem tudok mit csinálni. Szerintem ez rossz amúgy. Én úgy emlékszem, hogy a játék leges legelején bármikor... Jó. Víz kategória. Jó. Jó. Megnyertük. Na jó, tehát nem örülök ennek. Én úgy emlékszem, hogy hogy régebben a királylapot bármikor ki lehetett játszani. Az egy plusz lap volt. De mondjátok, ha tévedek, nyugodtan. Ez a szuper. Filippa Eihárt. És akkor nézzük is meg a... És bocsánat, ha megint itt sírósra vettem a figurát, de ezek engem idegesítenek. Oké, Gwynne Buckley. Nem mondod. Nem mondod. De bizony mondja, ott van. Egy hőslap a Filippa Eihárt, méghozzá nem is kicsi. Jó, és akkor szkolját el. És srácok, nem tudom, mert ugye ezt beszéltem nektek erről sokat, hogy például teljesen felesleges ilyen nagy lapszámmal nekiállni, mert ugye kevés lapszámból, ha kiszedem a gyenge lapokat, akkor ugye erősebb papírt fog leosztani a gép. Ezt én most én átnézem, hogy milyen lapok vannak. Lehet, hogy ki fogom venni az ilyen kémlapot. Van még egy ötös kémlapom, itt van a Stannis herceg például. De nézzük tovább azért még, ne kapkodjunk. Hogy van-e még itt esetleg olyan lap? Hát például ugye ő. Négyes. Nézzük még tovább. Úristen, de jó nézni. Nagyon jól állok most csak a északi királyságoknál, a hőslapoknál. A PS4-en nem állok ilyen jól. Hát ez ők azért maradjanak. Tehát én úgy gondolom, hogy ők maradjanak. Bármikor is jó lesz taktikának. Mert például, ha szörnyek ellen harcolunk, kimondottan jó az, hogy irtozatosan meg lehet őket gyengíteni a időjáráslapokkal. Hát nem tudom, melyiket szedjem le. Ezt a négyest, vagy akár még többet is le lehet szedni. Mert értitek, tehát minek? Szerintem ő. És akkor lehet, hogy leszedem én azt a Stannis herceges lapot is. Jó ez nekünk, ez az egy négyes ott. De viszont igen, tehát jó ilyen szempontból nagyon. Mert ugye lerakom egy olyan lappal párosítva, hogy ugye fagy, és akkor már ugye nem ér semmit a gép, illetve hát természetesen, ha van neki más tiszta időlapja, akkor igen. Na jó, nézzük meg, lerakom, aztán kész. Egye penész. Na fiúk, lányok, viszont akkor tényleg ennyi lett volna. Én köszönöm szépen akkor, hogy végigizgáltatok velem ezt a Gwent paklizást itt, menetet. Egy kicsit igen, tehát egy kicsit én mérgelődök azon, hogy tényleg vissza fogok nézni valami olyan... van PS4-en szerintem olyan videóm, ami csak szintén a gwentezésről szól, hogy most egy napkor egy kicsit gwentezni fogunk. És megnézem azt, hogy ott ki lehetett játszani bármikor a vezérlapot. Mert én úgy emlékszem, hogy igen. Bármikor, az egy ugyanolyan pakli volt, hogy az bármikor ki tudtam játszani, és időhúzásnak például most ilyen esetben nagyon jó lenne. Na jól van, fiúk, lányok. Nem húzom az időt, 1 óra 14 perc van amúgy is. Tehát ennyi lett volna akkor ez a rész, így meg még a végére azért csak megvertünk a szabót, megvertük, és kaptunk tőle egy nagyon jó kártyát. Érdekes, hogy mondom, hogy itt ez a északi királyság is Gwent pakli itt nálam most, ez itt most nagyon durván alakul. Hőslapok 4. És ugye a lapok összesített ereje is nagyon jó. Jó lenne azért már egy Nilfgaardit is összerakni. Azért ott is vannak hőslapjai, hőslapokból jó. Tehát ott is 4 hőslapom van.
De az északi királyság az nagyon jól alakul. Na jó van, fiúk, lányok, akkor... Akkor elköszönök tőletek, ennyi az idő. Ú, de szupi, szipi, szupi, megyünk, ebédelünk valamit. És itt, aj, lappár, biztos, hogy nem fogok még egy részt fölvenni belőle, mert igen, tehát érzem azt, hogy nem tudok oda koncentrálni, és talán egy kicsit nyűgösebb is vagyok. Na, de van elég rész a Witcher 3-ból, hogy akár mert decemberben ugye azt ígértem, hogy nem, de januártól kezdve jövőre, akkor heti 3 részek rész fog fölkerülni belőle. Persze ezt még mindig nem tudom megígérni, mert megint például most tegnap elkezdtem volna föltölteni a részeket, és például az utolsó videót nem is kerül föltölteni, mert gondolom, hogy megszakadt a neten vagy valami. És akkor megint ma még, akkor megint azzal tökölhetek. Na jó van, sziasztok!